kérdését. Mit jelent ebben a formában az alacsony és középkereset? Ez nyilvánvaló az átlagkereset környékén. Az átlagkeresetet kicsit meghaladó mértékben határoztuk meg. Ez az a bruttó 300 000 forint. Ennek a törvényjavaslatnak, ha egészen konkrétan az eszközrendszerét és a célkitűzését megnézzük, akkor azt látjuk, hogy minden körülmények között azt szeretnénk elérni, hogy a következő két esztendőben a lehetőségek keretei között a köz- és a magánszférában egyaránt az alacsony és középkeresetű munkavállalók bérét emeljék inkább, és semmilyen körülmények között ne forduljon elő olyan helyzet, hogy az alacsony és középkeresetű munkavállalók bére az csökken, főleg a nettó bére az bármilyen formában is csökken. Ezért kap felhatalmazást a kormány arra, hogy meghatározza a bruttó 300 000 forint alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés elvárt értékét. Ezt a kormány kormányrendeletben határozhatja meg. Ez a felhatalmazás a következő kettő esztendőre, tehát 2012-re és 2013-ra szól ebben a formában, és ennek a betartásához, ennek a kiinduló időpontjához képest újabb két évre kapcsolódnak olyan szankciók, amely szankciók az én meggyőződésem szerint az állam hagyományos eszközrendszerének keretén belül ösztönözhetik a bérek emelését. Egyrészt természetesen az államnak a maga munkáltatói pozícióban van, ott erre lehetősége van tulajdonosi utasítás, illetve a munkáltatói oldalról a bérek meghatározása tekintetében. Ez 2011-ben a költségvetési szférában és a hozzá kapcsolódó munkáltatói szektorban szinte kivétel nélkül meg is történt. Másik oldalról viszont természetesen van a gazdaságnak egy olyan széles világa Magyarországon, ahol alapvetően a piaci viszonyok érvényesülnek. Joggal tehetnék fel azt a kérdést, hogy a piaci viszonyok érvényesülése tekintetében miért nem a szakszervezetek azok, akik egyébként védik a munkavállalók érdekeit a munkáltatókkal szemben. Erre azt hiszem nagyon egyszerű választ tudjuk adni, hogyha megnézik Magyarországon a szakszervezeti világ szervezettségét, akkor abból egyértelműen az derül ki, hogy Magyarországon a szakszervezeti világ szervezettségi mutatói alapján mondjuk úgy, hogy a szervezet dolgozók 90%-a a közszférában dolgozik. És nagyon kis számban vannak jelen, erős és működőképes szakszervezetek egyébként a magánszférában, és annak még a legnagyobb munkáltatói oldalain is. Ebből az következik, hogy ezen a területen a hagyományos munkavállalói érdekképviseleti formák nemes egyszerűséggel nem működnek. Kénytelenek vagyunk arra, hogy ezen a területen a munkavállalói érdekképviselet feladatát részben valamilyen formában ellássuk. Én azt gondolom, jó dolog lenne, hogyha itt beindulna a hagyományos munkavállalói érdekképviselet szerveződése, de ez viszont ennek ösztönzése és megteremtése már nem a kormány feladata. Történelmi okokból alakult így ez az elmúlt 20 esztendőben, hogy gyakorlatilag a magánszféra jelentős területén a munkavállalói érdekképviseletek leépültek. De viszont van egy olyan helyzet ma Magyarországon, amiben azt gondoljuk, hogy lehet igazságosabb viszonyokat teremteni, de ezeknek az igazságos viszonyoknak a megteremtéséhez kölcsönös tehervállalásra van szükség. Előre látom ellenzéki képviselőtársaimat, nem olyan nehéz dolog kitalálni, hogy természetesen mindannyian azt fogják mondani, hogy nem kéne ezzel a dologgal foglalkozni, hogyha nem lenne az arányos egykulcsos adórendszer Magyarországon. Erre azt tudom mondani önöknek, hogy én azt gondolom annak, hogy adott esetben nettó bérek változtak akár a közszférában, akár a magánszférában munkavállalóknál, annak semmi köze nincs a arányos egykulcsos adórendszerhez, annál inkább köze van az adójóváírásnak ahhoz a gyakorlatához, amit az elmúlt esztendőkben folyamatosan úgy terjesztettek ki Magyarországon, ami európai mértékben is példátlan. Mert valóban példátlan az, hogy gyakorlatilag az átlag bértől nem messze eső jövedelmeket is szinte adómentessé tevő adójóváírási gyakorlat alakult ki, aminek az eredményeként ráadásul bizonyos értelemben befagytak Magyarországon a bérek. Nem véletlen az a helyzet, hogy tömeges gyakorlattá vált, főleg a magánszférában értelemszerűen, hogy az átlag bér alatt foglalkoztatott munkavállalóknál nem törekedtek arra, hogy a bejelentett munkabér elérje az átlagbér mértékét, hanem inkább zsebbe adták oda a plusz keresetet, vagy valamilyen más juttatás formájában. Ennek az oka az elhibázott és rossz adórendszer volt. Az az adórendszer, amelyik egyébként befagyasztotta a béreket ebben a formában, és az elmúlt években is ahhoz vezetett, hogy Magyarországon a jellemző jövedelmi bérszínvonal, az alacsony és középkeresetűek jövedelme, az bizony-bizony egy elég alacsony szinten alakult, és ha megnézzük,
hogy ezeknek a béreknek az emelkedési dinamikája milyen volt mondjuk a szomszéd országokban, ahol persze egy nagyobb gazdasági növekedéssel is társult, akkor azt láthatjuk, hogy ott más adórendszer mellett lényegesen jobban emelkedtek a bérek, Magyarországon meg ezek a béremelkedések elmaradtak attól, amit mondjuk a nálunk versenyképesebb és versenyképes adórendszerrel is rendelkező szomszéd országok produkálni tudtak. Azt gondolom, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy egyébként egy igazságos adórendszer a bérek emelkedését is ösztönözze, és egy versenyképes gazdaságban történjen meg mindez. Természetesen joggal lenne kárhoztatható a kormányzat, hogyha meg a kormánypárti képviselők is, ha egy ilyen törvényjavaslatot beterjesztünk és támogatunk, ha nem biztosítunk ehhez forrásokat is. De hozzá kell, hogy tegyem, hogy Magyarországon a vállalkozói szférában is az elmúlt 8 év gyakorlatához képest példátlan mértékű adócsökkentés történt. Csak a társasági jövedelemadó változásán, vagy a társasági adó változásán keresztül közel 140 milliárd forintos forrás maradt egyébként a vállalkozói szférában, és jelzem, hogy nem az én számításom, nem is a kormány, meg nem is semmilyen háttérintézmény, hanem kifejezetten a magyar munkáltatói szféra szervezeteinek, tehát a Kereskedelmi és Iparkamarának a számítása, hogy abban az esetben, hogyha végre akarták volna hajtani, hogy mostanra egyébként nagyjából végre is hajtották, a nettó bérek kompenzációjához körülbelül 45 milliárd forintra lett volna szükség összességében a magyar magánszférában, tehát ebből a költségvetési szférát kiemelve, és ehhez képest csak a társasági adón keresztül 140 milliárd forint került vissza a szektorba. Hát ez azt jelenti, hogy összességében csak ezen az egyetlen egy könnyítésen keresztül a vállalkozói szféra közel háromszor akkora forrás lehetőségét kapta meg, mint amekkora a nettó bérek kompenzációjához kellene ebben az esztendőben. Én azt gondolom, hogyha a vállalkozói szféra egyik oldalról örül az adórendszerbéli változásoknak, akkor ezzel egyidejűleg vállalnia kell annak a terhét is, hogy természetesen gondoskodni kell, és a kormány kifejezetten célul tűzi ki, hogy odafigyeljen az alacsony és középkeresetű keresettel rendelkező munkavállalókra. Ez a törvényjavaslat az ő érdekeiket kívánja védeni. És ehhez kapcsol egyébként olyan szankciókat, amelyek azt gondolom, hogy az állam hatókörébe tartozó szankciók, hiszen gyakorlatilag végül is senkit nem szankcionálunk, hogyha nem kerül kapcsolatba az állammal. Tehát egyetlen egy kis és középvállalkozónak, vagy egyetlen egy magyar magánvállalkozónak nem kell ezzel a törvényjavaslattal számolnia abban az esetben, ha nem kíván állami megrendelésért indulni, ha nem akar állami támogatást igénybe venni, ha nem akar az állammal szerződést kötni. Abban az esetben viszont, ha ezt meg akarja tenni, akkor szembe kell néznie azzal, hogy az állam a saját célkitűzései között megállapít új célokat is, amelyeknek az egyik fontos célkritériuma az alacsony és középkereshető munkavállalók bérének a rendezése. És ezt szempontként fogjuk figyelembe venni akkor, amikor egyébként megítélünk állami támogatást, amikor közbeszerzési eljáráson való elindulás feltételeit megteremtjük, és amikor bármilyen más a központi költségvetésen vagy az elkülönített állami pénzalapon keresztüli támogatást folyósítunk, illetve természetesen az állam saját munkáltatói oldalán is, ez egy súlyos szempont abban az esetben, hogyha bármilyen szerződéses viszonyban van egyébként egy félig állami vagy állami vállalat a magyar állammal, illetve a magyar költségvetéssel. Én azt gondolom, hogy ezek az eszközök, ezek szükségesek és elégségesek egyébként a céljaink eléréséhez. Ez viszont az én reményeim szerint meg lehet nyerni több parlamenti párt támogatását is, bízom benne legalábbis, bár ez eddig ez a bizottsági vitákban nem derült ki. Én a magam részéről nyitott vagyok minden olyan jobbító szándékú javaslat előtt, ami lehetővé teszi, hogy ez a törvény hatékonyabban tölthesse be a célját. De azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy én azt gondolom erre a törvényre a következő 2 esztendőben, akkor, amikor például a bajnai kormánytól örökölt szuperbruttó kivezetésére, vagy éppenséggel a adójóváírás mérséklésére kerül sor, pontosan azért, hogy valóban érvényesüljenek az arányos közterviselés feltételei, akkor erre a törvényre ebben a formában szükség van. Meggyőződésem szerint a vállalkozói szféra a következő esztendőkben is egyrészt következetes adócsökkentésen, másrészt pedig például bürokrácia könnyítéseken keresztül jut olyan plusz forrásokhoz és lehetőségekhez, melyeknek csak egy töredékét kell felhasználnia, kifejezetten az alacsony és középkeresetű munkavállalók bérének a rendezésére. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, ha lenne egy jól szervezett és erős szakszervezeti világ a magánszférában is, akkor azt gondolom,
hogy joggal lehetne vitatni, hogy ilyen törvényjavaslat kell-e, vagy nem. De azzal a ténnyel azért szembe kell nézni, hogy nincsen. Mindezek figyelembe vételével szeretném kérni önöket arra, hogy minden kritikai megjegyzés és felhang mellett, ami gondolom alapvetően itt egy újabb adóvitát kíván majd lefolytatni a tisztelt ház, bár ez egyáltalán nem tárgya ennek a törvényjavaslatnak, de időnként azért gondolkodjanak el azon, hogy érdemes-e ezt a törvényjavaslatot támogatni, mert azt gondolom, hogy az erre nyomott határozott nem, azért abból a szempontból is elgondolkodtató, hogy akik erre a törvényjavaslatra nemet nyomnak, azok joggal tehetik fel a kérdést, hogy az ő politikai eszköztárukban melyek azok az eszközök, amelyek arányosabb, igazságos közterviseléshez is vezetnek Magyarországon, csökkenő adókhoz is vezetnek, és egyben az alacsony és középkeresetű munkavállalók bérének a rendezését, és az ő érdekeik védelmét is szolgálják. Azt gondolom, hogy mi erre koherens és kidolgozott elképzeléssel rendelkezünk, ehhez van szükség ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásához is. Köszönöm szépen a türelmüket! Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés! Megkérdezem, Csíkfalvai Zoltán államtitkár urat kíván-e felszólalni? Igen, megadom a szót, államtitkár úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Nagyon röviden összefoglalva, a kormány támogatja az előterjesztést, és hangsúlyoznám azt is, amit előbb elhangzott, nem olyan lépést vár el az előterjesztő, és úgy gondolom a kormány sem a vállalkozásoktól, aminek ne lenne meg a lehetősége, és aminek ne lenne meg a forrása. Én arra kérném a képviselő, tisztelt képviselő hölgyeket és urakat, hogy a konkrét megoldás részletein érdemes vitatkozni és elemezni, és talán most egy ilyen adópolitikai vitától megsporolhatjuk energiáinkat. Én figyelmesen hallgattam például itt a szabályozott ingatlan befektetési társaságokról szóló vitát is, amelyiknek ugye magának a társaságnak vagy formának semmi köze mondjuk a devizahitelesek problémájánál. Mégis elég sok időt eltöltöttünk vele, tehát a kérésem igazából inkább az lenne, a technikai részleteket próbáljuk megvitatni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Spaller Endrének, a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság előadójának 5 perces időkeretben. Öné a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, tisztelt képviselőtársaim. A Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság 2011. 6. hó 20-án megtárgyalta ezt az előterjesztést, és 12 igen, 6 ellenében általános vitára alkalmasnak tartotta. A többségi vélemény szerint, aminek az ismertetésére engem fölkértek, azt fejtettük ki, hogy az adójóváírás kivezetése szükségszerű volt a gazdaság és az adórendszer változása miatt. Ez azonban nem jelentheti véleményünk szerint a bérek, különösen a nettó bérek csökkenését. A vállalkozások az elmúlt évben számos kedvezményt kaptak, számos lehetőséghez jutottak, hogy egy néhányat felsoroljak ezek közül. Hát ugye maga a gazdasági növekedés az egy olyan tényező, ami a vállalkozásokat kedvezően érintette, és úgy tűnik, hogy a gazdaság az bizony növekszik, és egyre jobban növekszik. A 16%-os adó és a családi adókedvezmény az azt jelentette, hogy bizonyos munkavállalóknak, ha nem emelték meg a bérét, a bruttó bérét, akkor is nőtt az illető személyeknek a nettó bére. Csökkent ugye a társasági adó. Rugalmasabb foglalkoztatási lehetőség. Csökkenő adminisztrációs teher, és ugye ebben benne van az idénymunka. Tehát ez a sok-sok lehetőség, ez mind-mind ahhoz vezetett, hogyha egy vállalkozó akarja, akkor azt mondhatjuk, hogy meg tudja emelni a béreket úgy, hogy a legalacsonyabb keresetűek bére az legalább nettó értéken megőrizze a tavalyi számokat. Ugye ezen felül vannak, amiket én elmondtam, ezeken felül vannak még azok a támogatások, azok az állami támogatások, amelyekre pályázhatnak a vállalkozások, és ugye szankció csak akkor éri őket, hogyha ilyen pályázaton szeretnének részt venni. Nyilván természetesen azt gondolom, hogy ennyi csökkentés után, ennyi kedvezmény után erkölcsi kötelességük az, hogy a nettó béreket szinten tartsák. Fölmerült az a kérdés, hogy vajon várható-e munkahelyek megszűnése, ugye, mint munkaügyi bizottság ezzel nekünk foglalkoznunk kell. Pontosan azért, mivel a vállalkozásoknál ennyi forrás marad, ezért ezzel a bizottság érdemben nem számol. Gratulálunk a kormánynak, és köszönjük a Bérmonitoring Bizottságnak a munkáját. A javaslatot általános vitára alkalmasnak tartjuk. Köszönöm szépen!
Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Nemény András képviselő úrnak, aki a kisebbségi véleményt ismerteti. Ön a szó képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Szolgán Antal képviselőtársam költői kérdésére, hogy meg lehet-e nyerni a többi parlamenti pártot ennek a javaslatnak a támogatására, legalábbis a foglalkoztatási bizottságban az a együttető vélemény alakult ki az ellenzéki pártok között, hogy nem. Hogy nem lehet. Az egy dolog, hogy ez a javaslat tegnap úgy érkezett be, hogy a bizottság ülés előtt röviddel kaptuk meg az anyagot. Mi ezt már megszoktuk, ezt föl se vesszük, és nem egy túlságosan bonyolult javaslat, tudtuk értelmezni. Azt persze újfent mindenki szomorúan vette, hogy az érdek képviseleti szervezetekkel ez a javaslat sem volt egyeztetve, már pedig ha valamit egyeztetni kellett volna legalább a munkáltatókkal, hát egészen biztos, hogy ezt a javaslatot kellett volna. Hogy mi is ennek a javaslatnak a lényege a bizottság kisebbségi véleménye szerint? A javaslat ez nem más, mint egy beismerés. Annak a beismerése, hogy az egyszeri radikális adócsökkentés, ahol mindenki jobban jár, ez nem létezik. És most még finoman is fogalmaztam, pedig markánsabban is fogalmazhatnék, hiszen ez volt az egyetlen konkrét választási ígérete a Fidesznek, amit láthatóan nem sikerült betartani. És most ahelyett, hogy változtatnának rajta, korrigálnák, most úgy döntöttek, hogy ennek a költségeit, ennek a hibát, amit ők okoztak, ezt mások fizessék meg, ezt fizessék meg most a munkaadók. Pedig ezt így önmagában semmiképpen nem szabadna nézni, hiszen a meghirdetett cél, hogy a családok bérpozíciója javuljon, ez egyáltalán nem fog így megvalósulni. Nem lehet különvenni a foglalkoztatás politikától. Látható, hogyha ezt betartásra kerül, már pedig amilyen szankciókkal jár, valószínűleg sokan kényszerből be fogják tartani, ez elbocsátásokhoz fog vezetni. Tehát elmondható az, hogy a műtét sikerült, de a beteg meghalt, hiszen sok esetben sokkal rosszabb helyzetbe fognak kerülni azok a munkavállalók, hát akiket nem kevesebb bért fognak keresni, egyáltalán nem fognak kapni semmilyen bért, hogyha elbocsátják őket. És akkor még nem is beszéltünk a civil szektorról, hogy ott milyen kérdéseket vetesz fel, és ami már szóba került, a kis és közepes vállalkozások, hát éppen őket fogja ez a legsúlyosabban érinteni, ahol a munkaadók nem jó szántukból nem tudnak többet fizetni, és ahol nem mindegy, hogy 4 vagy 5 ember van, hogyha be kell tartani ezt a javaslatot, akkor lehet, hogy egy ember elbocsátásra kerül 5-ből, legalábbis csak 4 marad, és akkor egy család sokkal rosszabb helyzetbe kerül. Szóval összességében azt mondhatjuk el, hogy olyan gazdaságpolitikát kellene folytatniuk, hogy bért lehessen emelni. És ez a gazdaságpolitika nem egy bonyolult ebben az esetben, nem véletlenül mondta kicsit előlövésszerűen Rogán képviselőtársam, hogy az adórendszerről fogunk beszélni. Hát nem nehéz ezt az asszociációt végigfuttatni, hiszen ennek a törvényjavaslatnak a keretein belül bizony nehéz olyan módosító indítványokat tenni, hogy a korrigálása jó tudjon lenni. Még talán annyit a bizottság ülésen, ami elhangzott, hogy nem lehet büntető szankciókkal betörni a magánszektorba, mert ez egy másik problémát is felvet. Itt erről is van szó, hogy az állam láthatóan az új kormány új módszereivel ismét erős kézzel akar betörni olyan területre, ahova igazából nem szabadna, amihez semmi köze nincsen. Mindezekre tekintettel az ellenzéki pártok nem javasolták, nem találták alkalmasnak általános vitára a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő, tisztelt országgyűlés. Most az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Elsőként megadom a szót Kovács Péter képviselőnek a Fidesz képviselőcsoportjából. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! A beterjesztett törvényjavaslatot én úgy fogalmaztam meg saját magamnak, hogy ez egy alku, és azon belül is egy elég tisztességes alku a vállalkozásokhoz. Ugye mit mond a kormány, illetve a parlament? Azt mondja, hogy legyen egységes, igazságos az adórendszer, aki többet keres, az több adót fizessen be. Egy kulcsos, arányos adórendszert bevezette a tisztelt parlament. Éppen ezért, és kivezeti azokat az egyébként rosszul meghatározott különböző jóváírásokat, amiről Rogán képviselő úr már itt az előbb beszélt, és egy új irányba indítja el Magyarország adópolitikáját, és ehhez keres szövetségeseket.
hogy az országos érdekegyeztető tanácsban volt is egy megállapodás, ami persze természetesen a munkavállalók vagy munkaadók jelentős részére kötelező érvénnyel nem bír, de hát mégiscsak volt egy megállapodás, ami 4-6%-os béremelést javasol, de hát valahogy ez a közszférán kívül a magánszférába teljes mértékben, vagy hát nagyobb mértékben nem került átvezetésre. Joggal mondják a vállalkozók, hogy hát hadd döntsem már én el, hogy mennyi bért adok a munkavállalónak. Ezt én azt mondom, hogy még rendben is lenne mindaddig, ameddig azt nem tapasztalná nap mint nap az ember, hogy a munkaadóknak egy jelentős része nem csak tavaly, hanem már 10 évvel ezelőtt is, vagy akár 15 évvel ezelőtt is alacsony bejelentett fizetésen foglalkoztatta a dolgozót, és később feketén zsebbe adott neki pénzt, mert azzal mindenki jól jár, gondolta a munkaadó, jól jár a munkavállaló, hisz nem kell adóznia utána jól jár a munkaadó, hisz nem kell adóznia utána, egy valaki jár viszont rosszul, mi mindannyian rosszul járunk, hisz kevesebb bevétele van az államnak, és így ezt a kevesebb bevételt kevesebb felé lehet majd szétosztani. Éppen ezzel a gondolkodásmóddal szakított a kormány, amikor bevezette ezt az új adópolitikát, és mondom még egyszer, partnereket keres hozzá. Mit mond ez a törvényjavaslat? Azt mondja, hogy rendben van. Aki támogatja ezt a elképzelést, és hajlandó végezni azt, hogy az alacsony és közepes jövedelműeknél ne legyen bércsökkenés, vagy inkább béremelkedés legyen, ami nettó bérben van, akkor élvezheti azokat a juttatásokat idézőjelben, amit a közösből mindenki kap. Például indulhat közbeszerzésen. Persze azért alkul ez a dolog, hogy lehessen választani. Minden egyes munkaadó eldöntheti, hogy üzleti szlenggel élve áll-e az alkú, avagy sem. Ha nem áll az alkú, semmi nem történik, nem kell neki feltétlenül az állam pénzéből élnie idézőjelbe, vagy onnan bevételt szereznie. Ha úgy dönt, hogy neki ezre nincsen szüksége, rá nem is vonatkozik ez a jogszabály, hisz csak azokra vonatkozik, akit, ahogy Rogán képviselő úr is az előbb mondta, kapcsolatba kerülnek a magyar állammal, közbeszerzésbe, így, hogy valamilyen támogatásokat szeretnének. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű, összesen 8 paragrafusból álló javaslat. Én azt gondolom, és ebbe teljesen egyetértek Rogán képviselő úrral, hogy szerintem jó szívvel ezt mindenki tudja támogatni, hisz senkit nem hoz hátrányos helyzetben, mindenki, minden munkaadó választhat. Melyiket választja? Azt, hogy együttműködik-e a kormánnyal egy jobb, szebb jövő iránt, vagy irányába, mondom én idézőjelbe, vagy nem, hanem ő úgy gondolja, hogy marad az eddigi megszokott rendszerénél. Csak ha az eddigi megszokott rendszerénél marad, akkor azt ne vegye igénybe, hogy egyébként meg az állami pénzekből megint csak idézőjelbe részesedik. Mindenki választhat, ez szerintem egy tisztességes alkú. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt Országgyűlés. Megadom a szót. Felszólásra következik Nemény András képviselő, az MSZP képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Szólt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. A kisebbségi véleményben már a lényeget ismertettem, hiszen nem egy hosszú javaslatról van szó, de azért néhány dolgot még felvetnék most is. Egyrészt az utolsó szavak csengenek a fülembe, hogy egy tisztességes alkú, hát egy tisztességes alkúhoz legalább meg kéne hallgatni azt a felet, akiről szó van. Ez nem történt meg szokás szerint, és ezt nagyon szomorúan vesszük tudomásul. A következő, ami eszembe jutott itt Rogán képviselő társamnak az expozíjánál, a címmel kapcsolatban mondta, hogy a cím már önmagáért beszél. Hát azt gondolom, hogy egy másik cím sokkal helytállóbb lett volna, hogyha az lett volna a cím, hogy a munkaadók megsarcolása a kormány ostobasága árának megfizetésére, azt hiszem, hogy közelebb járnánk az igazsághoz, vagy hogyha csak nemes egyszerűséggel a munkanélküliség növelése címet adtuk volna a javaslatnak, azt hiszem, hogy a hatását nézve ez lett volna az igazi cím, amit adhattunk volna. Mert hát a kormány ígéretei, szó esett már az adócsökkentésről, volt egy másik ígéret is a kormánynak, ami folyamatosan még választási időszakban ugye elhangzott a Fidesz képviselő részéről, hogy a gazdasági válság megoldásának az egyik kulcsa az a járulékcsökkentés, amivel ugye jobban járnának a munkaadók, és ha jobban járnak, akkor többen be tudnak foglalkoztatni, bővül a foglalkoztatás, könnyebben és gyorsabban kerülünk ki a válságból. Ehhez képest, ami történt az elmúlt időszakban, az az, hogy a járulékot megnövelték 0,5%-kal, és most még rosszabb helyzetbe akarják hozni a munkaadókat, tekintet nélkül arra, hogy multiszégekről van szó, vagy kis- és középvállalkozásokról, hogy ki mennyire bírja ennek a terheit. Aztán érdemes felvetni egy másik szempontot is, az egy diszkriminációs szempont,
de hogyha kicsit gondolkozunk a javaslaton, akkor ez is eszünkbe jut. Az pedig az, hogy a gyerekkel nem rendelkező munkavállalók lesznek hátrányba ennek a javaslatnak a kapcsán, hiszen a nettó bér teljesítése egy gyerekkel, több gyerekes családdal rendelkező munkavállaló részére, ugye nem kell annyit fizetni, mint a gyerekkel nem rendelkező részére, így hát, hogyha egy munkaadó gondolkozik, akkor mindenképpen diszkriminálni tudja, a rosszabb helyzetbe tudja hozni azt a munkavállalót, aki gyerekkel nem rendelkezik, hiszen utána többet kellene fizetni. És talán még egy pár gondolat. Számításaink szerint 8%-os béremelés kellene a nettó reál nullához. Tehát a korábbi megállapodásban az ajánlás 4-6%-ról szólt, ez még így sem teljesülne a nettó reál nulla. Tehát ebből is látszik, hogy a javaslat ebben a formában kiforratlan, és nem ez a megoldás, hogy a munkaadóknak a terheit még magasabbra és még magasabbra tegyük azért, hogy egy nettó nullát elérjük, abból a hibából következően, amit a kormány hirtelen rosszul betartott választási ígérete miatt kell, hogy elszenvedjenek a munkavállalók ebben az esetben. Egy kissé cinikusnak tartom Rogán képviselőtársamnak az érdekképviseletekre vonatkozó hivatkozását, hiszen, mint mondtam, egyrészt meg se lettek kérdezve, másrészt éppen most szüntetik meg az Országos Érdekegyeztető Tanácsot, amelyik hivatott lenne védeni a munkavállalókat, és az, hogy nem ösztönzöttek az érdekképviseletek, hát mindent megtesz a kormány azért, hogy semmi módon ne tudjanak olyan helyzetbe kerülni, hogy egyáltalán nyilatkozni tudjanak ilyen javaslatokról, hiszen még mi is csak 1-2 órával a bizottsági ülés előtt kaptuk meg, ahogyan már ezt mondtam. És talán az is elgondolkoztató, hogy ha tovább gondoljuk ezt, akkor az igazságtalan adórendszernek a másik része az továbbra is fennmaradt, azon nincs semmilyen változás, a gazdagok továbbra sem lesznek szolidárisak, és már az arányos adórendszer, amit Rogán képviselőtársam mondott, az lehet szó szerinti értelemben valóban egy egykulcsos adó szempontjából lehet arányosnak nevezni, de számunkra nem ez az arányos. Az arányos az, hogy akinek nagyobb jövedelme van, az többet fizessen be a közösbe, azért, mert ő kell, hogy érezze azt, hogy szolidárisnak kell lennie a rosszabb társadalmi helyzetben lévőkkel. Az pedig, ami már korábban is elhangzott, hogy ilyen módon hatol be az állam a magánszektorba, ez tényleg olyan, mint elefánt a porcelánboltba, és a szankciókat nem olvasom föl külön, mert Rogán képviselőtársam ezeket elmondta, de biztosan azt gondoljuk, hogy nem ez a megoldás. A Foglalkoztatási Bizottság ülésén a kormány képviselője, mint hogyha még nem is igazán látta volna ezt a javaslatot, nem volt különösebb viszonyulása hozzá, annyit mondott, hogy első látásra az irány jó. És akkor a bizottság ülésén elmondtam, és talán ezt érdemes, ezt a hasonlatot egy kicsit komolyan venni, hogy lehet, hogy az irány jó, hogyha egy repülőgépből egy lőszeraktárat akarnak kilőni háborús helyzetbe, de hogyha az egész várost eltalálják be és felrobban minden, akkor hiába volt jó az irány, hogyha aránytalanul nagy a pusztítás. Hát ebben a mostani javaslatban körülbelül ez a véleményünk. Egy szó mint száz, az igazi megoldás az adótörvény módosítása lenne. Ehhez képest megpróbáltuk a javaslatot néhány módosító javaslattal korrigálni. Nem sok reményt fűzünk hozzá, hogy elfogadásra kerülnek, hiszen a mi módosító javaslataink lényege az lesz, ami pontosan elvenni ennek az élét. Nem akarjuk, hogy ilyen szankciók bevezetésre kerüljenek. Ezt a demokrácia érdekében is meg kell tennünk, az igazságosság érdekében, és abban a meggyőződésünk szerint is, hogy rossz úton jár a kormány, hogyha így próbálja megoldani a saját hibáját. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik. Berta Szilvia képviselőasszony, a Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselőasszony. Köszönöm, elnök úr. Hát először is szeretném azzal kezdeni, hogy azért az alapvetően tragédia, hogy pár ezer forintos fizetés csökkenésről itt kell vitázni, és ez azt mutatja, hogy ez olyan szinten a társadalomban százezrek vannak a létminimum olyan határán, hogy ez a pár ezer forint havonta olyan komoly mértékben befolyásolja az életminőségüket, hogy itt kell róla vitázni, és törvényt kell alkotni arról, hogy ezt a pár ezer forintot valahogy visszaadják nekik. Mert esetleg a hónap utolsó pár napjában emiatt nem lesz mit enniük. Tehát először is ez a tragédia, és ebbe kéne belegondolni, hogy ezzel kellene valamit kezdeni. Mert ezek szerint azért a kormány oldalhoz is eljutnak azok az információk, hogy milyen rengeteg ember él gyakorlatilag mély szegénységben, akkor is, hogyha dolgozik.
A másik, ami szintén ide tartozik, hogy a minimálbér pár ezer forintos emeléséről hetekig tartó egyeztetések szoktak lenni az OÉD-ben. Ehhez képest itt egyeztetés és minden nélkül egyszerűen kétharmaddal majd meghozzák ezt a törvényt. Tehát amikor farizeusi módon a munkaadók érdekét védi a kormány, akkor nagyon szembe tud szállni az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalával. Jelen esetben pedig elkezdi kiabálni a gaz feketén foglalkoztató vagy minimálbérre bejelentő munkaadókat.